1923-ban a Hungerit ZRT elődje, 1960-ban pedig a Le Grand ZRT elődje foglalta el az első helyeket Szentes határában, melyek ma az ipari park területén helyezkednek el. 1999-ben kapta meg a város hivatalosan azt a lehetőséget, hogy ipari parkot alakíthat ki a város keleti zónájában. Mára több mint 40 vállalkozásnak ad helyet a szentesi ipari park. Az utolsó 6-7 évben is, a gazdasági válság időszakában 38%-kal nőtt a park kihasználtsága, és egyetlen vállalkozás sem szűnt meg. Vajon miért kedvező a vállalkozók számára a helyi önkormányzat által nyújtott terület? Azt gondolom, hogy kettő fő oka van. Az egyik az az, hogy olyan környezetben, olyan feltételek között gyakorolhatja a tevékenységét, ami mondjuk az ipar számára egyébként előnyös. Jó utak vannak, iparvágány van, nincsenek olyan korlátok, hogy mondjuk éjszaka 11 órakor ne dolgozhatna. Szerintem az infrastruktúra kifejezetten korrekt, rendelkezésre áll, gáz, víz, szilárd burkolatú utak. Tehát ezek egyrésztről megvannak. A másik pedig az, hogy az ipari parkon belül a vállalkozások között is velünk önkormányzattal azt hiszem, hogy van egy nagyon korrekt, nagyon jó együttműködés, ahol tudjuk, segítjük egymás életét. Ha valaki bajba kerül, akkor próbálunk neki valamilyen támogatást adni. Ezeknek az összessége szerintem eredményezte azt, hogy ilyen mérvű dinamikával jönnek ide a cégek. Megyei szinten nézve ez az ipari park mennyire jelentős? Hát én regionálisra vetíteném ki, ugyanis a kecskeméti Mercedes Park után a második legnagyobb ipari park ebben a régióban Szentesnek van. Természetesen Szegeden is vannak ipari parkok, de ott több is van kisebb területeken. A Szentes ipari park az több mint 140 hektár területen helyezkedik el, 4 zónára bonthatjuk. Tulajdonképpen a Molkút melletti körforgalomtól északra eső rész, tehát a volt Eszalaktanya és azokat a területeket az északi, a 45-ös úttól nyugatra, tehát a város fele első rész, ez a nyugati zóna, az már betelt, itt, ahol vagyunk, ez a déli zóna, és majd az új fejlesztések a Fábián-Sebestyéni út felé eső rész, az a keleti zóna. A Szentesi Ipari Park könnyűipari, élelmiszerfeldolgozó és logisztikai cégeknek ad helyet. Az önkormányzat nyitott a vállalkozások tekintetében, fő célja, hogy a kereslet és a kínálat találkozzon. Mára a papíripar is megvetette lábát a parkban. Ebben az évben 3-an települtek be az ipari parkba, ami azt gondolom március lévén nem rossz dolog, illetve ez azt jelenti a betelepülés, hogy aláírtuk a szerződést, egy cég már be is települt, 2 pedig előkészítette a projektjét. Az egy cég azért tudott betelepülni, mert abba az ipari csarnokba jött, amit az elmúlt években előkészítettünk, illetve a képviselőtestület akaratából megépítettük, és egy negyedik cég is szerződéstervezetet kért tőlünk, tehát ez szerintem mindenféleképpen jó. Ezt szeretnénk tovább folytatni, ezt az ütemet készítjük elő, illetve ezt az ütemet folytatjuk, és hát várjuk az újabb betelepülőket, az a szlogenünk, hogy Szentes Ipari Park a lehetőség. A déli ipari parki zónából utunk a vállalkozói faluba vezetett, ahol kiépített infrastrukturális hálózat várja a betelepülőket, és egy plusz lehetőség a falu elnevezésből eredően. Itt a szomszédos vállalkozások napi kapcsolatban lehetnek, szomszédként élhetik meg mindennapjaikat, akár segítve egymás boldogulását is. A mögöttünk levő terület, ami tőlem így jobb-hátra van, kifejezetten úgy alakítottuk ki az egységeket, önálló helyrajzi számokon keresztül érhetők el, hogy olyan 2800-3200 négyzetméternyi területeken jöhetnek a vállalkozók. Azért ezen, mert a kutatási eredményeink azt hozták, hogy vannak olyan vállalkozások szép számmal, akik nem akarnak egy hektáros területeken fejleszteni, hanem kisebb részeken szeretnék az ő cégüket továbbvinni. Nos, ennek a vállalkozói igénynek ezen a területen próbáltunk lehetőséget biztosítani, és éppen ezekben a napokban rögzítjük a
Zöld Plastik Lakics Kft-vel is a megállapodást, ők is most látták, elérkezettnek az időt, hogy elindítsák a projektjüket, és a délalföldi logisztikai központjukat itt telepítsék le az ipari parkban. Abban bízunk, velük is beszéltünk, és másokkal is, akik már itt a projektjüket elindították, hogy egymást fogják segíteni, egymásnak odafigyelni, és ez szerintem egy óriási erő. Ezt a szemléletmódot szeretnénk a továbbiakban is erősíteni az ipari parkban. Tehát magyarán, ha mondjuk egy dunántúli, vagy egy itt a Szentesi Ipari Park közötti különbségeket ecseteljük, akkor mi azt szeretnénk, hogy itt ne csak egymás mellett működő, különböző csarnokokban elhelyezkedő vállalkozások legyenek, akik sokszor nem is ismerik egymást, hanem éppen az ellenkezője, hogy segítsék egymást, legyen egymással kapcsolatuk, és hát mi pedig nyilván ezt igyekszünk támogatni. Ezen a területen egyébként olyan utak vannak, amelyek D-kategóriások, tehát kamionforgalomra alkalmasak, csapadékvízelvezetés, víz, szennyvíz, elektromos energia bőségesen rendelkezéssel, látszik, hogy közvilágítást is biztosítani tudtunk. Ezek az elmúlt évek fejlesztései. A képviselőtestület szerintem azt a nagyon bölcs döntést hozta, hogy a gazdasági válság intenzív időszakában infrastruktúra fejlesztéseket hajtott végre. És ez nagyon-nagyon jó, mert most, amikor azért pendül a gazdaság, akkor van hová érkezni a befektetőknek. A vállalkozói falu legújabb betelepője a Zöld Plastik Lakics Kft., mely 20 éve tevékenykedik az élelmiszerhálózat kiszolgálásában. Csomagolóanyagot állítanak elő és szállítanak. Mivel ezek az anyagok a mindennapjainkhoz szorosan hozzátartoznak, ezért egy folyamatosan bővülő vállalkozásról van szó, mely mára kinőtte a telephelyét, és úgy gondolja, hogy előnyösek lehetnek számára a Szentesi Ipari Park nyújtotta lehetőségek. Igen, valóban kinőttük az előző raktárunkat, másik oldalról természetesen a fejlődés, ami nagyon fontos a cégnek, saját telephelye legyen, eddig ugye béreltünk telephelyet Szentesen, és itt is szeretnénk folytatni a vállalkozásunkat, nagyon, nagyon jó közegben élünk itt, és nagyon-nagyon sok barát és munkatársat tudunk összedolgozni, ami elhagyhatatlan. Nagyon jó a vezetés, a város vezetése, nagyon elégedettek vagyunk mindennel, és ezért gondoltuk azt, hogy Bocska Istvánnal való egyeztetés mellett, hogy mi itt az ipari parkban meg szeretnénk kezdeni a további fejlődésünket. És most ismerkedjenek meg szinte a legelső betelepülővel, hiszen a HK Ceram Kft. A Maros Invest Kft.-vel közösen 2005-ben kezdte meg vállalkozását az ipari parkban zöldmezős beruházásként. Tűzálló kerámiából készült termékek tervezésére, fejlesztésére és gyártására specializálódott vállalkozásról van szó. Itt egy igazi ipari park létesült, tehát valamennyi olyan szolgáltatást, amire a mi gazdasági társaságunknak szüksége volt, ez rendelkezésre állt. Tehát épp úgy a szennyvízelvezetés, az elektromos kapcsolódás, a földgáz, stb. Tehát egy ideális hely volt a vállalkozásunk megindítására. Azt kell, hogy mondjam, még mielőtt a fejünkbe eldőlt az, hogy mi vállalkozást fogunk alakítani, azt megelőzően több helyet megvizsgáltunk, és gyakorlatilag itt Szentesvárosban találtuk meg azt az ideális helyet, ahol hát létrehoztuk ezt a vállalkozást, és azt gondolom, hogy az idő azt igazolja, hogy jól választottunk. Szakemberek tekintetében ide költözni ugye Szentesvárosába mennyire volt jó ötlet? Én azt gondolom, hogy jó ötlet volt, egész biztosan, hogy végül is azokat a szakembereket, azokat a munkásokat, dolgozókat, akiket mi végül is kiválasztottunk, ez nem volt egyszerű, hiszen sokan a mezőgazdaságban dolgoztak, tehát ezeknek az embereknek meg kellett tanítani, hogy mi az, hogy kerámia, meg kellett tanítani azt, hogy mi az, hogy minőségbiztosítás, mi az, hogy maximális elvárások, főleg a termék minőségével kapcsolatban, de azt kell, hogy mondjam, hogy az itt élő emberek, ezek szorgalmasak, dolgos emberek, akiket nem volt nehéz ezekre a betanított munkákra és kifejezetten szakmunkákra megtanítani. Annak idején 10-12 fővel indult a cég, a folyamatos fejlesztéseknek és beruházásoknak köszönhetően mára 75 főnek adnak munkát.
Most azon a telephelyen vagyunk, amit legutoljára vásároltunk. Ez úgy szintén egy körülbelül másfél hektáros terület, és hát ez is igazolja azt, hogy az első döntésünk is helyes volt, hiszen itt is létrehoztunk egy olyan 1050 négyzetméteres műhelycsarnokot, ahol egy másik termékcsoportot kezdtünk el gyártani. Hogyan tovább? Milyen terveik vannak az elkövetkezendő időszakra? Hát folyamatosan fejlesztünk, és ez a fejlesztés azt igényli, hogy elsősorban minőséggel mindenképpen, és hát a vevőinknek az elvárásainak maximálisan megfeleljünk. Ehhez elsősorban anyagfejlesztésekkel begondolkozunk tovább, és azt gondolom, hogy ezek az anyagfejlesztések újabb megrendeléseket fognak eredményezni. Milyen piacokat szolgálnak ki? Hát ha az égetés segédeszköz piacról beszélek, gyakorlatilag a világ minden pontjára értékesítünk, de elsősorban Nyugat-Európába, elsősorban Európába, de vannak lehetőségünk az Egyesült Államokba, Ausztráliába is. És természetesen a másik termékcsoportról is azért egy-két szót mondhatok. Ugye annak idején született egy tulajdonosi döntés, hogy ezt a technológiát mi egy másik termékcsoportban is szeretnénk alkalmazni, és ez a kályhacsempe gyártás. Ma ott tartunk a kályhacsempe gyártással is, hogy folyamatosan növekszünk, egyre nagyobb a forgalmunk, egyre nagyobb az ismertségünk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a másik termékcsoport is fejlődő. A több mint 40 vállalkozás közül ez csak kettő volt, kedves nézőink. A jövő héten folytatjuk a Szentesi Ipari Park vállalkozásainak bemutatását, hiszen az elmúlt években új irodaházat, bemutatótermet adtak át a cégek, több új munkahelyet teremtve szentesieknek és szentes környékieknek.